Sírhat azért, mert hogy fáj a hasa, valami ringatás, valami dédelgetés készüksége van, böfisztetni kell, sírhat azért, mert éhes, vagy pelenkát kell cserélni. Tehát nagyon fontos az, hogy megtaláld azt, hogy milyen szükséletét jelezte a sírással. Hogyan kell ellátni egy csecsemőt, ezt mutatja a Debreceni Egyetem egészségügyi karának oktatója egy fiatal lánynak. Teljes szülői élmény címmel a Nyíregyházi Felsőoktatási Intézmény és a Nyíregyházi Babaváró Klub közös rendezvényt szervezett azért, hogy a még gyermekvállalás előtt álló férfiak és nők belekóstolhassanak a szülői szerepbe. Ezzel a komplex programmal eleve a fogantatástól egészen a gyermeknevelésig szeretnénk a szülőket felkészíteni arra, hogy mi is az, amikor megérkezik egy gyermek. Egy baba nem csak azt jelenti, hogy szép, aranyos, hanem tényleg, hogy mennyi teendő van vele, és sokszor a szülőket mint egy sokként éri, amikor megszületik a pici, és mekkora mennyi teendő van vele. Azok az átvirasztott éjszakák, tehát ebbe segítünk nekik, hogy egy kicsit megismerjék, megtapasztalják azt, hogy milyen is az, amikor egy baba érkezik. A rendezvényre olyanok is eljöttek, akik már gyakorló édesanyák, és tudják, milyen a gyermekek ellátása. Az anya szerep az igen fáraszt, ugye 24 órás non-stop, így hogyha a család besegít, akkor az, annak nagyon örülök, nagyon hálás vagyok neki, de nyilván ezt a szerepet ezt csak mi tudjuk betölteni. Úgyhogy igazából, amikor megszületik a gyermekünk, akkor egy új dimenzióba kerülünk, és teljesen új perspektívák nyílnak meg előttünk, fel kell nőni ehhez a szerephez, és igazából ez egy olyan út, amit állandóan járnunk kell, és mindig tanulunk. És akkor ilyenkor éhes? Hát igazából ezt neked kell majd kitalálni, de próbáld meg, hogy éhesen. Baba szimulátor mutatta meg, nem is olyan egyszerű kitalálni, miért sír a csecsemő. A rendezvény résztvevői megpróbálhatták megetetni, vagy éppen tisztába tenni a kicsit. Kicsit olyan zavaró dolog, hogy nem tudom, hogy miket csinálnak a babák, de amúgy nagyon izgalmas feladat szerintem. Én így gondolnám. A terhesség érzését is kipróbálhatták a fiatalok, magukra vehették a várandós mellényt. A nők mellett férfi is akadt, aki kíváncsi volt, milyen terhesen mozogni. Az ember a pocakjától nem lát le, nem lát a lába elé, és még arra is kell vigyázni, hogy nem botolhat meg. Hát ez az, amire jó ez a mellény szerintem, és az ember megtapasztalhatja, hogy ez milyen érzés, mikor nagyon kell vigyázni. És a súlyelosztás ugyebár, ugye egy kis egy rossz mozdulattól is könnyű elesni, mert másabb, mint amit megszokott 20-30 év alatt. Érdekes, nem? Érdekes. A teljes szülői élmény rendezvényen a fiatalok tanácsokat kaphattak ahhoz, hogyan kell a csecsemőt gondozni, táplálni, és mi a teendő, ha betegek.